A 2018-as esztendő számos, a 17. kerületet érintő adóváltozást hozott. A telekadó mértéke ugyan megnövekedett, viszont továbbra sem vezeti be a települési adót Rákos Mente önkormányzata. Január 1-től már adókötelessé váltak a reklámhordozók. Az új adózás rendjéről szóló törvény részleteit dr. Tilecki Veronika, a Rákos Menti Polgármesteri Hivatal adócsoportjának vezetője ismertette. 2018. január 1-én a helyi adózás régi rendjéről szóló törvényt hatályon kívül helyezte az adóigazgatási rendtartásról szóló rendelet, amely az adóhatóság számára az eljárási szabályokat meghatározza. Mondta el televíziónak dr. Tilecki Veronika. Az új adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza a főbb elveket, általános szabályokat, az adatszolgáltatást, az adótitkot, a bevallás, bejelentés szabályait, valamint a szankciókat. A végrehajtási eljárásokról pedig az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezik. Az eddigi gyakorlattól eltérően a helyi adókról szóló törvény alapján Rákos mentén január 1-től adókötelesek lettek a reklámhordozók. Jellemzően a kerületben ezek az óriás plakátok nem tartoznak ide, a cégtáblák, üzletfeliratok, a járművön elhelyezett gazdasági reklámok. Az adó éves mértéke 12.000 forint per négyzetméter, az adóalanya pedig a média hirdetési felület értékesítője. Az idei évben a 17. kerületben megnövekedett a telekadó mértéke. Az adófizetők erről határozat formájában fognak értesülni, amelyet március végéig mindenki számára kikézbesítenek. Kisvállalkozások és termelőüzemek esetén viszont az építményadó mértéke nem emelkedett. Rákos Mente önkormányzatának képviselő testülete pedig továbbra sem tartotta indokoltnak a települési adó bevezetését. Hangsúlyozta az adócsoport vezetője, aki a gépjárműadóra vonatkozó változásról is beszámolt. Január 1-től gépjárműadó ügyekben nem kell határozatot hozni a 0 forint adóról. Ez jellemzően a feltételhez kötött és feltétel nélküli adómentesség esetén is áll, tehát környezetkímélő gépjárművekkel kapcsolatban nem fognak határozatot kapni az adófizetők, illetve súlyos mozgáskorlátozott adóalany sem fog erről határozatot kapni. A tényállást ekkor is tisztázni kell, le kell folytatni az eljárást, tehát egy súlyos mozgáskorlátozott adóalanynak adatbejelentést kell tennie, és csatolnia kell azt az orvosi igazolást, amely igazolja az ő mozgáskorlátozottságát. Az adóváltozásokról az érdeklődők bővebben a február 5-i önkormányzati percek című műsorunkban, illetve a www.rakosmente.hu weboldalon tájékozódhatnak.